Jó napot kívánunk, hölgyeink és uraink! Ez itt a Dying Light 2-es gameplay. Ahogy láthattátok, az egyben igazából minden olyat elmondtunk, amit gameplayben szokás, meg egy csomó olyan dolgot is elmondtunk, amit nem gondoltunk volna, hogy el fogunk majd mondani. Úgyhogy a zombi módot nem találtuk annyira érdekesnek, hogy egy egész gameplayt rááldozzunk, viszont magát a játékot igen, úgyhogy most haladunk tovább a történetben. A zombi mód amúgy ilyen first person pókember módjára megy, és amúgy egészen jól, tehát kifejezetten szórakoztató volt, amennyit játszottam bele. Nyilván akkor az igazán izgalmas, hogyha más emberek játékába ugrasz be, de inkább ilyen félkész addendum B opció játékmenetet látunk benne. Abszolút nem a fő élményhez tartozik, úgyhogy így inkább maradunk a lapátnál. Let's do it, Imre! Most csak Gergő gameplayjét fogjátok látni, azért, mert ahogy az első gameplayben látszik, amikor én vagyok bevágva, látszik a szegény laptopnak a technikai korlátja, ami azt jelenti, hogy nekem tök jó játszható, és borzasztóan örülünk, hogy kaptuk az NVIDIA-tól ezt a kölcsöngépet, mert tudunk ketten rögzíteni és játszani, de az igazi szépségét és a részletgazdagságát a játék az öreg Bowserön adja vissza. Így van. És az a zombi el van esve. Haj, de gonosz vagy. Hol vagy? Leestem a francba, a háztetőről is 43 HP-n van, és 3 zombi jön felém. Jövök, ja, ez a 3 zombi, ez semmit nem jelent, ezek segbe lesznek rúgva. Gyere vissza, és nézd messziről, hogy mit csinálok, annál visszább menjél, figyelj. Igen, hopp. Ezt látom. Hopp. Szervusztok. Milyen kis picit tetszett ugrani, szökkenni, ha szabad ezt mondani. Na menjünk, csináljunk valamit. Csináljuk, csak még szeretném feltenni a kedves kollégáknak azt a kérdést, hogy vajon egy zombit, ha kilújtolunk és találunk nála $29, az így mire utal, az minek a jele? Tehát, hogy miért van egy zombinál pénz? Ő is ember! Egyszerű gyermekek vagyunk mi. A sárgapötty, amúgy a sztoria lényege az, hogy bedobnak repülőkön különböző segélyládákat, amikre a bent ragadt emberek vadásznak. Mi most azzal próbáljuk meggyőzni a mi csapatunkat, hogy királyarcok vagyunk, hogy összeszedünk nekik egy ilyen ládát. Hát nem! Tanított meg benneteket! Senki! Köszönjük! Akkor most controller versus keyboard verseny. Let's do it, man! Várjál, megyünk. Ja, sárga nyíl. Vagy sárga pöcs, megvan. Ez már az. Micsoda start, hölgyeim és uraim, a két versenyző válvetve rohan neki a világnak. Úgy néz ki, hogy mind a ketten nagyon jól haladunk. Egy pár zombit kikerülvén Szirmai úr halad elől, bár ki tudja, annyi megoldása van ennek a versenynek, és annyira rossz mászni, amikor az embernek nem kéne másznia. Hogy kerültél te oda? Gyönyörűséges ugrással. Ne! Yes! Hol vagy Imre? Szeretném megmutatni az új fegyveremet, amit szereztem. Ne. Egy bombkütő. Így van. Sandman. Így van. Ráadásul ez a klasszik. Bonk! Nagyon jó, semmi para nincs, Imre. Mit csinálsz? Valami villant a képernyőmön. Végre! Mi az? A közönségem. Let's party! Can you feel it? Egyenesen rá az ablakpárkányra, nem arra. Gyere vissza. Vagy csinálj 20-húzóckodást! Adtál nekem egy gézt. Adtam neked egy gézt. Egy másik géz a ládában, hát vedd föl. Hol? Ott. Minden lootot megdupláz a játék. Na, nyomassuk. Parkour verseny 3. Let's do it. Up. Uaj! Micsoda izgalom! Berobantjuk! Így van! Huhu! Alternatív megközelítési módot választok! Meg lesz! Ne! Nincs meg! Kajak ránk sötételedett. Bizony, 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 és ez nem túl jó. Sötétedett, nem sötételedett. De lett is. De lett is? Ne add fel az álmaidat. Így van. Srácok, egy ilyet kér valaki? Én már nem is nézem a sztorit, én csak nyomom. Hiba, mert most jön egy nagyon érdekes rész. Nyissuk ki. Nyissuk ki együtt. Honnan tudod, hogy most érdekes rész jön? Ez az úgynevezett antizin, valami, ami nem mulasztja el a zombi vírus, csak elnyomja az emberben, hogy tovább tudjon élni. Gyakorlatilag a helyi erők legértékesebb valutája. Hát mit szólsz ez, Imre? Nagyon tetszik. Ez egy könyörtelen valóság. Több oldalra játszunk. Jézusom! Bizony, bizony. Úristen! Paraszt katona! Hát ugye igazából követi az utasítást, és akkor hamarabb hazamehet elvileg, ő itt még ezt gondolja, aztán ki tudja, mi lesz belőle. Push! Push, Imre! Night is coming, Imre! És egy fokkal rosszabb, mint a winter. Igen. Futás van, na most kell futni. Én már nagyot estem. Él túl, él túl. Előttem kell mennem. Aj, gyere! Össze-vissza botozok! Gyere, ne botozz, csak push! Push! Jézus Máriám! Te hol vagy? Én előtted vagyok, de most muszáj... Up! Jönnek utánad! El kell menekülnöd! Engem elkapott egy. No! Yes. No! Engem is! Szaladj! Szaladok, safe house. Benne vagy a safe house-ban? Nem. Hopp. Push, mögötted vannak. Egyenesen tovább, hogyha látsz egy light trap-et, aktivál. Úristen, elfáradtam! Gyerünk! UV az fontos! UV az jó, azt szeretjük. Nem tudom, itt valaki volt úgy. Ott! Be az ajtón! Be az ajtón! Gyere! Hol vagy? Be! Bejöttél, jó. Figyelj! Akarsz játszani velük? Gyere! Nézd! Észrevesznek. Gyertek, srácok. What? Jaj, de! Entering safe zone! És kaptam érte plusz 8 pont agility. Várjál, jövök, farmoljunk már, ne szórakozz. Gyere be! Na, és van kicsi meg vagy, annyira agyos, mint egy kis család. Ez ilyen Jacko thriller, nézd, egyben. Oh! Thriller! Gyere be! És elég! Hova szaladsz? Gyere vissza. Bocsánat, szomorú látvány, amivé lettél. Nagyon atmoszférikus, nagyon kellemes, nagyon hangulatos, de az arcmimikákról nem lehet leolvasni semmit. Nézd meg, ő például most kifejezetten örül. Egy kicsit ilyen részeges boldogság van az arcán, pedig igazából elvileg aggódik miattam. Come back in one piece. Achievement unlocked! I got your back! Complete one quest with a co-op game. Hát Imre, I got your back. Na, hát akkor igazából ennyi volt a Dying Light második gameplayünk. Ez ilyen végig. Akinek a két gameplay alapján tetszik, annak az egész játék borzasztóan fog tetszeni, vagy esetleg aki nyomta régen a Spec Ops-ot. Aki nem vevő a zombis játékokra, annak meg plusz egy a sorban. Így van, igazából nagy drasztikus változás nincsen benne, pár nagyon érdekes játékelemet leszámítva és kiszámítva, föl és alászámítva is. Így van, pár nagyon érdekes játékelemet leszámítva, nincsen igazán semmi új ebben a játékban, de egy nagyon-nagyon kellemes ötvezetes sok műfajnak, és hát a történet alapúság az mindenképpen, hogy is mondjam, pártolandó. Ezért Imre és a zseblámpája együtt búcsúznak most. Mi voltunk a Game Day Irodánál, holnap jön a kritika, szevasztok! Elköszöntem Morzéval. ha nem lett volna világos.